Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 10-én kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. A plejádok azok a testvérek, Atlas Isten lányai. A központi nap a plejádoknál Alkyoné. Alkyoné lefordítva egy királynőt jelent, aki győz a gonoszságok felett. Egy ilyen portál napon tehát van kapcsolat a plejádokkal, van kapcsolat Alkyonéval, és megvan arra a lehetőség, hogy lezárjunk bizonyos dolgokat, ami eddig zavart bennünket, vagy hamis kapcsolatokat, hiszen mi is győzünk a gonoszságok felett. Ezen a napon kinyílik egy égi kapu, ennek van egy gyógyító ereje, azon kívül jelenthet egy spirituális területet. Ezen a napon, december 10-én, este 11 órakor tartok egy szertartást. A témát elmagyarázom ezen a felvételen. Ha érdekel, jelentkezhetsz erre a szertartásra e-mailen keresztül, az energiai egyensúly 4000 forint. A forrás, ez a számítás, hogy mikor vannak ezek a portál napok, az tulajdonképpen a maja kalendáriumból van. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét nap. A majáknál a 13-as szám az szerencsét hozott. Az volt a szerencse száma. Tehát egy hullám az 13 napig tart. December 10-én, ezen a portál napon az egyes hullámban vagyunk, ami jelenti a mi énünket, a mi fellépéseinket. Jelenti azt, hogy mi saját magunk hozunk most döntéseket. Azon kívül ez az egyes szám jelentheti az alapokat, egy új kezdetet. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, vagy lehet egy új kezdet, vagy egy új ismerettség, és akkor kihat a párkapcsolat. December 10-e az a hatodik nap ebben az egyes hullámban. És ez a hatodik nap jelenti a múltat, jelenti az emlékeket. Vannak gyönyörű emlékek, azt meg kell őrizni. De vannak olyan emlékek is, ami szomorúságot vált ki belőlünk, attól el kellene búcsúzni. Ezek az emlékek jelenthetik azt is, hogy jelenleg valaki gondol rád, és keresi veled a kapcsolatot. Hiszen december 10-én van egy szimbólum, mégpedig egy égi híd. Ez az égi híd jelenti a kapcsolatot az égi hatalom és a mi földünk között. Vagy egy portál napon mondhatom azt is, hogy a kapcsolatot a plejádokkal vagy Alkyonével. De ez a híd nem csak az égi hatalomra utal, hanem bizonyos kapcsolatokra. Hogy megvan köztetek a híd. Az egyik partot már elhagytátok, az új part még nem látható, de rajta vagytok ezen a hídon, ami egy átmeneti időszakot jelent. Vagy azt, hogy ő majd keresi a kapcsolatot veled
Útban van hozzád, hiszen ki akarja építeni ezt a hidat, vagy azt is jelentheti, hogy neki elvárásai vannak, és arra vár, hogy te keresd vele a kapcsolatot, hogy te építsd ki ezt a hidat, a kapcsolatot kettőtök között. Ezen a szertartáson a téma a gyógyító erő, a téma az a spirituális terület, hogy legyenek lehetőségek, mivel ez a híd Kimi lefordítva ezt az égi hidat jelenti, tehát Kimi, ez a szimbólum, ez az égi hid jelenti a kapcsolatot az égi erőkkel, az isteni beavatkozásra utal, vagy jelentheti ez a híd azt is, hogy valakivel lesz most egy kapcsolat. Ez ugyan egy átmeneti időszak, mert bizonyos dolgokat le kell zárni a múltból, de van jövő, vannak tervek, vannak szép elképzelések, és ez a híd oda vezet, hogy eléred a céljaidat. És hogy legyen siker, legyenek kapcsolatok, ez a spirituális terület erősítsen téged, az is lehet, hogy ez a hivatásod, és ezek a célok, hogy mindezt elérd, és legyen egy új irány, egy új kezdet, ami vezet ezekhez a célokhoz, ebben segít ez a szertartás. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!